Jó estét ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora. Másfél hónapja tart az orosz-ukrán háború. A két ország közötti konfliktus nem új keletű, évszázadok óta tart. Egy hete arról kérdeztük Drabanc Robert történész, hogy hogyan alakul ki évszázadok alatt Ukrajna. Most az elmúlt száz év eseményeit vesszük számba. A beszélgetésben felelevenítjük a Sztálin terroridőszakát, Hruscsov és Brezsnyavalakját, valamint a Putyini rendszert. 1921. március 18-án írják alá a Rigai Szerződést, amely már a múlt előző részben beszéltünk arról, hogy Lengyelország egyrészt megállítja a bolsevik -szovjet, szovjet országnak az Európa felé való előrenyomulását. Másrészt fontos dolog lesz, hogy az ukránok nem kerülnek teljes egészében az orosz birodalomhoz, vagy a szovjet birodalomhoz, vagy 1922-től, akkor hívjuk most már így, hogy akkor a Szovjetunióhoz mert Kelet-Galícia és Nyugat-Volhínia az Lengyelországnál marad majd, hát annyit érdemes erről tudni, hogy Lemberg és környéke, bően értelmezett környékéről beszélünk, ez Lengyelország része marad. A többi, a, a Nyeper vidéke, annak a, akár a jobb, akár a balpalti része, az a Szovjet-Oroszország, későbbiekben pedig 1922-től pedig Szovjetunió része lesz. Most ez az 1922 es Szovjetunió, amikor egy létrejön a Szovjet-Ukrajna, mert hogy valójában ugye a Szovjetunió szocialista köztársaságoknak a szövetsége lenne, ebbe Ukrajna már az első körben bekerül, és akkor Ukrán-Szovjet-Szocialista -Szovjet 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 Köztársaság lesz majd a végleges neve, vagy csak ha egyszerűen röviden akarjuk hívni, akkor a Szovjet-Ukrajna néven lehet majd említeni. Azért is érdekes ez a dolog, mert itt a 20-as és a 30-as évek, egészen különböző lesz. A 20-as évek valójában 1928-ig tart, tehát lehet azt mondani, hogy ez ilyen rövid 20-as évek, és egy nagyon-nagyon hosszú 30-as évekről beszélünk, ha még nem is vesszük külön ki esetleg a második világháborút, de hát ez Stalin haláláig tart. Tehát, hogy ez a 1928-53-ig, amit így a fagyos 30-as éveknek lehetne nevezni, ez egy nagyon-nagyon hosszú időszak lesz. A 20-as évekre az lesz a jellemző, hogy Szovjet-Ukrajnában, hogy a hadi kommunizmust 22-ben, amikor létrejön a Szovjetunió, felváltja majd a, az új gazdaságpolitika, a NEP néven ismert új gazdaságpolitika. Lényeg az, hogy piaci szempontokat érvényesít a gazdaságban, és az az ukránoknak, akiknek majdnem 90%-a paraszt, paraszti társadalomhoz kötődik, ugye nagyon kevés a városlakó, jó lesz majd, hiszen a gabonát, amit megtermelnek, azt ki tudják vinni a piacra, ha lefizették kezdetben, ez adót kellett fizetniük, és utána aztán kiviették a piacra, és eladhatták ezt a gabonát. Tehát a 20-as éveknek, az 22-23-24-es évek, ez kifejezetten a, a, felélinkülés, és az újjáéledés lesz az ukrán területeknek, Másrészt meg az a folyamat játszódik le, hogy itt a lenini nemzetiségi politika érvényesül még 28-ig. Ha már ugyan Lenin nincs, mert hogy Szállin szép lassan hátérbe szorítja, és aztán ugye meg is hal. Uh, igazából azt látjuk, hogy az a politikai uh, szándék van, hogy uh, nemzeti keretek között kell létrehozni a Borsaivik államot. Tehát ezt a kettőséget azért gondoljunk bele van egy nemzeti, amely ugye alapvetően a nációra helyezi a hangsúlyt, és van a bolsevik, amely az internacionalizmusra helyezi a hangsúlyt, szóval a faramúci lesz, a kettőt egyesíteni kell, tehát az ukránokat valahogy a bolsevik állam mellé kell ö, majd állítani, és ennek a formája lesz az, hogy egy ukránosítás indul meg. Tehát rengeteg ukrán értelmiségi ö, kerül be a, a, a Tobba, az elitbe. Alexander Dovzsenko, 20. század talán, hát lehet, hogy vitatkoznának velem, de talán a legfontosabb ukrán értelmiségű filmrendező, és a, a Föld nevezetű film, amit Ukrajnában a, a Gabona mezőkön forgat, az hát sok évtizeden keresztül a legjobb filmek között szerepel az állandó filmes listákon. Tehát egy kiemelkedő értelmiségi. Ő is például ekkor emelkedik ki, és válik vezető értelmiségévé a szovjet időszakban. Meg általában jellemző, hogy engedik a kultúrás egyesületeknek a létrejöttét, engedik az iskolákban az ukrán nyelv használatát. Tehát van egy ukránosítás a bolsevik körülmények között. Na most hát ez a folyamat persze nem tartható, mert 28-ban a nagy Szovjetunióban is változás történik, ahogy a sztálinizmus, a sztálini személyi út szép lassan elindul, az úgynevezett nagy áttörés politikája kezdődik. A nagy áttörés az a iparosítás a, hát azt is lehetne mondani, hogy mindenfajta mértékek nélkül iparosítás. Szóval a nehézipar is annak a fejlesztése. Ez persze érinti Ukrajnát is, hiszen a Donvidék az mindig is a legfontosabb, Don Donetsk vidék, inkább a Donetsk vidék, a legfontosabb nehézipari központja volt annak idén az orosz cári világnak is, meg most Szovjetuniónak is. Elég jelentős lesz a bevándorlás, az orosz bevándorlás, a városiasodás, tehát jelentős mértékben nő majd a városoknak a száma, és azokon belül is majd az ukránoknak a száma jelentősen megnő. Tehát itt egy drasztikusan átalakul majd Ukrajnának ugye a, a település földrajza, illetve hát általában az életformája. Ez azért fontos, mert ez egy diktatórikus környezetben vagyunk, és eredetileg ez a paraszti társadalom nem kívánja ezt. Ez nem az ő természetes élettere, de mivel ez kötelező lesz, és a Szovjetunió ezt fogja követni, meg kell törni a parasztokat. Hát ezt ismerjük Kelet-Európából, rengeteg para, lengyel, magyar paraszti társadalom. Parasztoknak el kell törni a gerincét, ha azt akarjuk, hogy az állam megfelelőképpen tudja felettük a felügyeletet biztosítani. Itt is ez történik, ez a bizonyos holodomor, amely a egyik ki, hát hogy mondjuk így az alfájus az omegája az ukrán nemzet tudatnak, 1932-33-ban van a molodomor, a nagy éhínség időszaka, meg kell törni a paraszti társadalmat, és Sztálin tudatosan <tosz> teszi ezt, de hát egyrészt kuláktalanítják, ezt ismerjük a magyar történelemben is, bár már nálunk is homályos, hogy ki a kulák, szóval a Szovjetunióban meg teljesen. Tehát a kulák az csak egy címke, Ez egy jelző, ha valakit el akarunk intézni, akkor ráfogjuk azt, hogy kulák, és kiemeljük a társadalomból, Másrészt korhozosítás, hát a magántulajdon, ugye ebben a magántulajdon még jelen van, ezt teljesen megszüntetni, és szophozokat és kolhozokat hoznak létre, tehát állami gazdaságok lesznek azok, amelyek a, a, mezőgazdasága a földműveléssel foglalkoznak majd, kényszerbeszolgáltatások, tehát itt megszűnik az, hogy lefizeti az ember az adóját, akár terményben, akár forintban, vagy pénzben, hanem szolgáltatás lesz. És a rész pedig ugye van egy abszurd logikája az államnak, hogy az adminisztráció szereplői mindig többet jelentenek a hatalom irányába, mindig szeretnének megfelelni. Ebből, ebből, ebből egy óriási tragédia lesz, mert amikor 31-ben jelentős lesz a gabona mennyiség, akkor nagyon magas lesz a beszolg az önkéntesen, ez persze zárójelben önkéntesen felállított beszolgáltatás, és a következőkben, amikor a 32-ben, 33-ban sokkal alacsonyabb lesz majd a, gabonatermés, gabona termés, akkor is nagyon magasan lesz Ukrajna kötelező gabona beszolgáltatása, annyira, hogy már a következő évi veteménygabonát is elveszik az ukránoktól. Tehát ez ilyen tudatos, alapvetően az, a bolsevik állam természetrajzából fakadó dologból, plusz hozzápakolva a nagyon erőteljes személyi kultuszt és a sztálini szempontrendszereket fakad az, hogy kitör az éhség Ukrajnába, és Oroszország fennhagyja ezt az állapotot, nem segít Ukrajnának, és hát óvatos becslések szerint is három, három és fél millió ember hal meg, a, a történetirodalomban azonban 7 és fél, 8, 8 és fél millió ember haláláról is beszélnek, tehát egy látható módon egy rendkívül erőteljes, tragikus Történet sor játszódik itt le. Ez egyértelmű, hogy azonnal szembeállítja az ukránokat, az oroszokkal, vagy az ukránokat, a bolsevikokkal, attól függ, hogy milyen szempontból nézzük ezt. Ezért érthetjük, hogy a 20. századi modern ukrán felfogásnak ez lesz az omegája, amiből kiindul majd a, az ukrán nemzet tudat. Ez az egyik elem. A másik elem is a két háború közötti időszakban játszódik, csak nem a bolsevik világban hanem ugye Kelet-Galícia és Nyugat-Volhínia az maradt Lengyelországnál, ott még inkább jellemző a paraszti társadalom, még szegényebbek. Ugye ez inkább azt mondjuk, hogy relatív, tehát ahogy a lengyel társadalomhoz viszonyítjuk majd az ukrán társadalmat, ott a galíciai és a volhiniait, látjuk, hogy nagyobb a távolság, mint mondjuk egy ukrán és egy orosz társadalom között, és hát ezek parasztok. Ez tényleg egy ekte paraszti világ, Ö, alapvetően a gabona, ott is a mezőgazdaság, amivel foglalkoznak, és a lengyelek nemzetállamot építenek. Ahogy Románia is nemzetállamot épított az első világháború után, Lengyelország is nemzetállamot épít, ami jelenti azt is, hogy törekszik arra, hogy egy kulturális hegemónia, egy lengyel kulturális hegemónia legyen. Egy idő után, ez különösen a 30-as években az ukránok számára már elfogadhatatlan, és megindulnak azok a csirák, hiszen ez, ez egy, nem egy bolsevik társadalom, Szóval, hogy léteznek az egyének jogai, vannak politikai szervezetek, létrejön az ukránok nacionalista szervezete, ez lesz az alapja amúgy mindennek. És hát itt van arra igény, vagy van arra lehetőség, hogy a társadalom megfogalmazza az érdekeit. Azt nem mondom, hogy arra van esély, hogy ez valósan megjelenjen a lengyel társadalomban, mint mondjuk politikai cél, de a megfogalmazásnak itt van a lehetősége. Két figura, Dimitri Doncov névre hallgató történész, jogászról van itt szó, aki megfogalmazza az ukrán nemzetudatot. Úgy, úgy hívják ezt, hogy integratív nacionalizmus, ami azt jelenteni, hogy a nemzet mindenek felett. Értem szerint itt az ukrán nemzet mindenek felett, és hát így értelem szerint minden más nemzet a sajátunkhoz képest alá, sodr, alá mm, sodródik. Egy kicsit értem szerint a náci ideológiának itt a jelei már jelen vannak, tehát amely egy hegemón nemzetben gondolkodik. Maga Doncov 43-ban, amikor majd csalódik, természetesen csalódni fog a nácikban is, meg a bolsevikokban is, csalódik, ő majd visszavonul a politikától, és aztán Svájc és az Amerikai Egyesült Államokban fog élni, és ott tanítam úgy egyetemen. De ez Csepán Bandera, a másik nagy név, aki általában mindig hivatkozáspontként megjelenítenek a szélsőséges ukrán nemzeti mozgalmak, ő nem ideológus, ő forradalmár. Életének jelentős részét amúgy börtönben tölti. Tehát gyerekkorától kezdődően már középiskolába úgy emelik ki az érettségiről, hogy, hogy fegyveres lázadás a lengyelek ellen is börtönbe kerül. Nem tudott lenni például majd 1941-ben, júniusban, 1941. június 30-án, amikor kitört a, ugye, a megtámadja Németország 22-én majd a Szovjetuniót, és elfoglalják Lemberget, és az ott lévő ukrán nacionalisták, tehát ez a bizonyos kelet-galíciai nacionalista kör, ki kiáltja a független Ukrajnát. Vissza akarja állítani a független Ukrajnát. Például azért nincs ott, ezt a források kevésbé közlik, mert éppen kiszabadult a börtönből. Pont annak köszönhető, hogy kiszabadult a lengyel börtönből, hogy kitört a háború és még nem ért oda. Aztán néhány hétig fog majd itt működni, tehát ez a galíciai Lemberg környezetbe, csak a náciknak nem tetszik. Nem tetszik az önálló ukrán nemzeti mozgalom. Szlávok. Untermens. Untermens sem szolganép. Nem kívánnak autonómiát a területen, nem kívánnak fejlesztést, nem, nem, kívánnak semmit. Rapszolgákat akarnak a birodalom számára, mezőgazdaság, gabonatermelés, nem gondolkodnak semmi olyan dologban, ami nemzet, nemzetállam, semmi olyan dologban, ami abba az irányba vinné, hogy az ukrán önszerveződés. Ezért számukra Bandera elfogadhatatlan, úgyhogy koncentrációs táborba kerül, ott éli majd meg a, a, háború végét, és aztán Németországban, Magyarországban fog élni, hogy a a szovjet titkosszolgált majd 1958-ban. Hát a ma már ismerjük, tudjuk ezeket a módszereket, valójában megmérgezik majd, tehát meghal Münchenben, ott fejezi majd be az életét, de az az időszak, tehát ott 45-től 58-ig egy nagyon erőteljes emigráns ukrán mozgalmat próbál Bandera szervezni. Tehát, hogy amit nacionalizmusnak hívunk, és az önálló független ukrán nacionalizmus, az igazából a lengyel területekről érkezik, a lengyel irányból marad majd meg. Ez felszámolódik természetesen. Felszámolódik, mert hogy a Molotov-Leverentup Paktum, a Ribbentrop-Molotov Paktum, ugye 39. augusztus 23-án írják majd alá, ez le, Szovjet Oroszország számára odadja Kelet-Galiciát és Nyugat-Volhíniát. Tehát ezek az ukrán területek majd Szovjetunióhoz kerülnek, és értem szerint, mivel hogy Szovjetunió győz a második világháborúban, a békekötés után ezek a területek Szovjetunió részei lesznek. Nagyon furcsa helyzet. Már olyan értelemben nagyon furcsa a helyzet, hogy először van a történelemben olyan, hogy az ukránok egésze egy országban él. Hiszen Galícia is, Volhínia is, és akkor még persze nem mondtuk, hogy Kárpátalja, esetleg az ott lévő e, ruszin e, kisebbség, ez szintén Szovjetunió lesz. Szóval, hogy van egy ország, amiben ott élnek együtt az ukránok, és semmilyen joguk nincs. Mert hogy 53 évig még marad a sztálinizmus, fokozódik a nagy áttörés, fokozódik, hát a háború ez még, még fokozza ezt a politikának ezt a felfogását, hogy olvasztó tégely. össze kell olvasztani, össze kell gyúrni ezt. Szovjeteket kell ebből a... Népekből létrehozni, és ennek az lesz a végeredménye, hogy tiltják az iskoláztatást, tiltják a, a politikai szervezeteket, semmilyen lehetőségünk, egy totális kontroll. És hát ennek a végét jelent 53, és itt nagyon szép dolgok fognak majd történni, gondoljunk Nikita Hruscsovra, vagy akár Leonid Brezsnyevre. Mind a ketten nagyon érdekesek lesznek, mind a ketten kötődnek erőteljesen Ukrajnához. Nikita a i orosz. De életének döntő részét uh, Ukrajnában éli majd le. Na, ő nagyon-nagyon szegény családból származik, már pici gyerekkorától kezdődően dolgoznia kell, és aztán édesapja uh, Ukrajnába is fog majd költözni, és akkor a család is ott él majd. A politikai pályafutás, hát, természetesen a bolsevik mozgalomban kezdi majd el a, a politikai pályafutását. Ez is mind-mind Ukrajnához köti. Egy kis kitérővel, majd Moszkvában is dolgozik, de döntően az Ukrán, Szovjet-Ukrajnában futja be a, a politikai pályafutását. És hát persze tudjuk, hogy a hatalmi harc eredményeképpen Beria után ő lesz majd Szovjetunióban a pártfőtitkár, ő lesz Szovjetunió vezetője. És akkor az a nagyon-nagyon híres dátum, meg az a nagyon-nagyon híres esemény, ami aztán napjainkban is borzol mindent, világpolitikát és ukrán közvéleményt, hogy 1954-ben a Pere szerződés, az a Helmetszki féle és az orosz cárral kötött szerződésnek a 300. évfordulójára Krimet, a Krim félszigetet, amely eddig szovjet Krim néven volt a szovjet állam része, ezt ö, odaadja Ukrajnának, szovjet Ukrajnának. Tehát szovjet Ukrajna részévé válik a Krim félsziget. Most ide a zárójában azért tegyük már hozzá, mert sokat hivatkoznak el a dologra, hogy igen, ott többségben oroszok élnek, ez igaz. Most is, akkor is többségben oroszok éltek. A tatárok amúgy is ebben a helyzetben, ugye azt tudod, hogy a második világháborúban kollektív bűnösök lesznek Sztálin szemében, de amikor visszaköltöznek majd 53 után, sem lesznek, 10-12%-a lesz a társadalomnak a, a, a tatárok. Úgyhogy többségben vannak természetesen az oroszok. De ezt hozzá kell tennünk, hogy 1753-ban kerül az orosz birodalomhoz krím, és közel száz évig a krími háborúig, vagy több mint száz évig a krími háborúig semmi nem történik nem foglalkoznak vele, nem fejlesztik, nincsenek a tervei között. Egy hitfű állás természetesen a fekete tenger irányába. Tehát az a bizonyos orosz, hogy mindig is orosz volt, meg hogy mindig is az orosz befolyás jövezethez tartozott, egy kicsit sántit, mert igazából majd a krími háborúk után indul meg a fejlesztés, és a turisztika, és aztán a haditengerészet, minden, ez a két dolog, ami a legfontosabb a krímekkel, a, a krím kapcsolatban. Tehát ha ezt megnézzük, hogy valamikor ott vagyunk az 1860-as években, és 1954-ben ez Ukrajnához kerül, akkor azt kell ugye látnunk, hogy igazából 1954-től pedig 2014-ig pedig Ukrajna része volt, tehát a, a két időszak között olyan nagyon-nagyon nagy különbség nincs években nézve, tehát ez kicsit falsnak érzem az orosz logikát ezzel kapcsolatban, hogy teljes egészében integrál részének tartja Oroszországnak a Krimfél-szigetet, ez így nem igaz. 1954-ben tehát a Perejeszlávi szerződés ...nek az évfordulója a Krím az az Ukrán Szovjetunió, Szovjet köztársaságnak a részévé válik majd. És ez az időszak ettől kezdődően megint az ukránosítás. Megint arról szól, hogy egyre ukrán értelmiségi kerül be a politikába. Például Leonid Berezsnyev, aki majd megbújtatja a Nikita Hruscsovot, a fiatalkori dokumentumiban dokumenta, ukrának nevezi magát. Tehát kifejezetten a személyi dolgaiban ukránnak fogja nevezni magát, és amikor majd Moszkvába kerül a központba, akkor megváltozik, akkor már azt írja be, hogy orosz. Tehát ugye látható, hogy itt csak kifejezetten az ő személy is mutatja azt, hogy ez az 50-es évek második fele a sztálinizmus bukása után újból van egy fellángolása. Ukrán nyelv, ukrániskolák, ukrán osztályok, kulturális egyesületek, általában ukrán szemléletmódnak a megjelenése. De hát Ruscsov nem ezért fog természetesen bukni. Ruszcsóv, igen, hát ez a desztalinizáció, ez, ez lesz az oka. Mert ugye megtörténik a nyilvánosságban az olvadása, ahogy a korszakban irodalom hívja, csak ő ennél tovább ment, ennél a dolognál, megpróbálja a gazdasági-társadalmi decentralizációt végrehajtani. Nem akar politikai decentralizációt, tehát az marad a politikai diktatúra, csak bizonyos döntéseket le akar vinni a szovjet-szocialista köztársaságok szintjére, vagy még lejjebb a területi igazgatás szintjére. Ez már önmagában zavart okozott a párton belül, mert ez a kettősség, hogy egy centralizáció és decentralizáció. Másrészt is emiatt fog bukni, hogy a vezető politikai tisztségek már limitálná a politikai időt, amit el lehet tölteni. Tehát ő három ciklus nevezett meg, hogyha valaki vezető párt funkcionál, akkor három cikluson keresztül lehet, és, és több nem. Na hát ez kész. ezt nem tudja a, párt elit elfogadni, és megbukik. 64, hát nyugdíj, az nyugdíjaztatják majd, és jön akkor az előbb emlegetett Leonyi Breznev. ez egy durva időszak, már olyan szempontból is, persze ez a stagnálás időszaka általában történt irodalomban, de itt egy durva oroszosítás történik, drasztikusan visszavágják a, az ukrán osztályokat, ukrán iskolákat, az ukrán nyelvet, az ukránul megjelenő újságokat, tehát itt kifejezetten arról szól a dolog, hogy egy nagy olvasztó tégelybe bepakolunk mindenkit, és megpróbáljuk egy egységes szovjet Tenni ezt az egész világot. Persze mi már tudjuk, hogy nem fog sikerülni, de akkor ott ez egy működő dolog volt. Ugye Brezsnev bukása, hát meghal, tehát az ő, ő végül is végig viszi az egész időszakot az, az életében. Az, nem tudom, mennyire le lehetett, vagy mennyire érezte a korszak embere 1985. március 11-én, hogy változás fog történni. De ugye Gorbacsov akkor lesz, majd akkor lesz főtitkár. Bár az orosz szakirodalmak általában ezt a sodródás időszakának tartják, tehát Nyugat-Európában ünnepelt, akár a glasnost, a mi szempontunkból a nyilvánosság, hogy a glasnost lesz majd az érdekes, akár a perestroika, akár a gyorsítás nevezetű gazdasági programjával. Nagyon népszerű lesz, de azt látnunk kell, hogy igazából egy sodródás van, történik a világpolitikában a változás, a Szovjetunió egyre gyengébb, gyengébb és gyengébb lesz ebben a kihívásban, és a szovjet politikai vezetők nem kezdeményezően lépnek fel, hanem sodródnak. Ennek a végeredménye az is lesz, hát persze még ez picit felnagyítja, 1986. április 26. Talán a, a legtöbbet hivatkozott dolog, ugye Csernobili Atomerőmű baleset, amely mindenki azt mondja, hogy mindenre rámutatott, hogy milyen egy bolsevik világ, annak minden ereje. Hiszen miközben arról beszél Gorbacsov, hogy Glasnost, hogy nyilvánosság, hogy akkor forduljunk tiszta szívvel a történelmünk, meg a problémák irányába, aközben maga a Csernobilt, azt a szovjet nyilvánosságos tiltja, titokban tartja, és csak nagyon későn svéd források lesznek először hogy megjelni. Szóval vagy mutatja a rendszer kettőségét, hogy megpróbál valami fajta változás, de amikor igazi problémák lesznek, akkor ő is a régi reflexek alapján próbálja ezeket majd orvosolni ez már igazából, ha ismerjük, persze tudjuk ismerjük a történelemből, ez már a drasztikus vég. Tehát itt már napról napra gyorsulnak a folyamatok, és egyre inkább abban az irányban működik, hogy ez már nem sokáig lesz. Ez Ukrajnában is azt jelenti, hogy létön a ruh nevezetű mozgalom, amely inkább ilyen névfrontra érdemes gondolni, ukránok a változásért nevezetű mozgalomról van szó. Megpróbálják a társadalmi szereplőket egy mozgalomba terelni majd, hogy, hogy a hatalom, ha majd váltás lesz, akkor ez a mozgalom el tudjon majd indulni, és hát ez meg is történik. Az egy fontos dolog, hogy nem úgy történik az államban a változás, hogy az ukránok kezdeményeznek, hanem úgy történik, hogy felbomlik a Szovjetunió. 1991. augusztus 19-én van a Gorbacsov elleni pucs, pucs kísérlet. Annyi persze hozzátartozik, hogy augusztus 1-én, tehát 91. augusztus 1-én ott van Bush Szo Szovjetunióban, ott van Moszkvában, és azt mondja, hogy tartsuk fel Szovjetunió. Nem úgy, ahogy eddig volt, de egy független, egy föderatív államképpen maradjon meg, ez nagyon rosszul esik, különösen az ukránoknak. E, és akkor jön 19-én a pucsa, amikor is a kemény vonalások megpróbálják Gorbacsovot megbuktatni. Leonid Kravcsuk, aki itt a, talán a főszereplő, egy igazi bolsevik, agitpropos, tehát nemzetiségi politikával foglalkozott, értelmiséggel, tehát az agitpropiányából érkezik, kivár, vár, 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 és amikor 24-én, augusztus 24-én, még Moszkvában van, még tárgyal Gorbacsovval, hogy mi, mi legyen a helyzet, hogy milyen irányba haladjon a, a változás, de 24-én este már Kievben összehívják a, a nemzeti gyűlést, a, a radát, ahol megszavazzák, hogy Ukrajna független állam. Tehát 1991. augusztus 24-én megszavazzák ezt, 20, 1991. december 1 egy népszavazás, mert akkor, abban az időszakban ugye akkor az történik, hogy minden rendszerváltó elit megpróbálja a támogatottságát megjeleníteni népszavazással, ezt, ezt történik itt is december 1 hát nagy többséggel. 80%-a vesz részt az ukránoknak a népszavazás, és annak a 90%-a azt fogja majd mondani, hogy akkor független Ukrajna. Erre december 8-án Jelcin, aki amúgy az egyetlen védelmezője volt, hát, az, szóval, hogy Gorbacsov még rövid ideig hatalomban tudott maradni, ez valójában Jelcinnek köszönheti, mert az Orosz, Orosz Föderációnak akkor ő az elnök, és ő lesz az, aki majd megvédi. De Jelcin, Kravcsuk és Suskevicsnek hívták akkor a fehér orosz vezetőt, hát elhatározzák azt, hogy megszűnik a Szovjetunió, és akkor az almatai szerződés december végén aláírek almatában a szerződést, ez valójában a Szovjetunió felbomlását jelenti, ott 91 legvégén, december 25-én ez megszűnik. Majd a Szovjetunió, hát tudjuk, hogy lesz egy átmert időszak a független államok közössége, de akkor itt már Ukrajna önálló független állam lesz. Tehát ők, ez az időszak azért annyira fontos, mert itt azok a nemzeti szimbólumok, amit ma is látunk, az a bizonyos kék-sárga szín használata, ami eredetileg a svéd kötődésre utal, ha visszautalunk itt a varégokra, arra utal majd, Oleg szigonya, amit lehet is látni a szimbólumok, ami akár az ászlóban, akár a címerben megjelenik, szintén ugye varég utalás lenne, az ukrán himnusz megjelenése, és utána aztán ennek a nemzeti, nacionalista elemnek a kiemelése, ez mind-mind Leonid kravcsuk. Időszaka. Tehát itt nagyon felgyorsult a politikai folyamat. Ennek talán, hogyha kicsit így a magyar vonatkozásait is mondjuk, már nem ő lesz, mert Leonid Kucsvának hívják, az új, 94-ben van az elnökválasztás. Annyit érdemes tudni, hogy Ukrajnában erős elnöki hatalom van, az elnök rendelkezik olyan eszközökkel, hogy akár a radát, a és értem szinte a hadsereg főparasnak képpen a, a a, az országot tudja nagyon erős kézzel irányítani. Szóval itt már változás történik, és Kucsma lesz a köztársasági elnök 2005 ig tehát itt egy nagyon hosszú, egy egy évtizedes hatalma lesz. Ő lesz az, aki a, aláira, amit úgy hív általában a Budapesti Memorandum. Budapest, ugye az a probléma, hogy Ukrajna atomfegyverrel rendelkezik. Nem is igazán ez a bizonyos, a háborúban is emlékezett taktikai atomfegyverek az érdekesek, mert ezt ezt azonnal átadják, tehát ez nem lesz, hanem az interkontinentális rakéták és azokhoz kötődő robbanófejek, amelyek nagyon-nagyon komoly potenciál, atompotenciálja van Ukrajnának. Eznek, ezzel valamit kezdeni kell, és itt Budapesten 95 decemberében itt lesz az, hogy, hogy Ukrajna lemond az atomfegyverekről. Ezért cserébe, és most jön a lényeg, Oroszország másodszor, itt immár másodszor elismeri Ukrajna függetlenségét és területi integritását. Négyszer fogja a 90-es években ezt Oroszország megtenni. Ráadásul az utolsóban, 97-ben van egy orosz-ukrán barátsági szerződés, amelyben kijelenti, hogy Ukrajna területi integritását, függetlenségét, politikai rendszerét elismeri. Tehát a 90-es években itt végig Oroszország egyértelműen a független Ukrajna mellett áll, vagy elismeri a függetlenségét. Persze tudom, az egy gyenge Oroszország, mert az a Jelcini Oroszország. beszélünk, itt az egyre sodródó gyenge Oroszországról van szó, de négy nemzetközi szerződés Ukrajna államiságát megerősíti majd. A változás ott történik, hogy 2013-ban vagyunk, Tallinnban, amikor is a balti államok képviseletében Ukrajna és az Európai Unió között van egy társulási szerződésről egy konferencia, és már le is készült a társulási szerződésnek a szövege, és az ukrán állam nem hajlandó aláírni. Janukovicsról beszélünk, őt ugye Viktor Janukovicsról, aki ekkor már a köztársaság elnöke nem hajlandó aláírni ezt a társasági szerződést. Ennek a következménye az Majdan, ugye 2013-ban, novemberében kezdődnek a Kiev főterén a politikai megmozdulások, és a végeredmény az úgy, úgy tűnik, hogy tehát itt az orosz világban valahogy február környékén van minden, mert itt is az van, hogy február 9, 2014. február 22-én Janikovicsot megbuktatják. Tehát fel mondják, hogy a, a Rada megbuktatja nem lehet elnök, nem fogadja el, elmenekül Oroszországba, és akkor ugye 24-én már összeül az államtanács, és úgy döntenek, hogy visszaszerzik a krímet. Ez, ez, a, ez a döntés nagyon érdekes, olyan szempontból, hogy Putyin utána azt nyilatkozza, a Oliver Stone-nal készül egy nagyon-nagyon híres interjú. Hát ugye eleve az, hogy Oliver Stone, tehát eleve már hozzá az, hogy egy nagyon híres amerikai filmrendező, és ott ő elmondja, hogy ők nem fontoltak meg semmit. Ők nem foglalkoztak azzal, mi lesz ennek a külpolitikai, mi lesz ennek a politikai, gazdasági, társ, semmi. Pusztán katonai döntés volt, krimet visszaszerzik. És ezt tudjuk, az zöld emberkék is minden ilyen dolog, ami megtörténik, az akkor ott elindul, az eszközt azt ismerjük, 2014. március 18-án a orosz felfogás szerint Krim visszatér Oroszországhoz. Ez azért fontos, mert én szerintem a mostani háborúban is valami hasonló lehet, hogy az orosz nagy és a katonai vezetés azzal kevésbé foglalkozik, hogy ennek milyen külpolitikai, gazdasági, társadalmi katonai döntés. Tehát valószínűleg az orosz cártól örökölt birodalomban ez a meghatározó mindig a katonai erő fölény mutatása. Ha ez megvan, utána majd intézzük a külpolitikát is egyéb dolgot. Persze feltesszük a kérdést, mi van, ha nincs meg? Mert itt a Krímnél megvolt. Donbassnál megvan. Tehát ugye a Donyesz medencében szintén provokálnak majd áprilisban egy összecsapást, is, ennek az eredményeképpen a, a két Luhansk is. Don, Donetsz megyének a körülbelül egy 25-30 át elfoglalja majd a szeparatisták, és ott népköztársaságot hoznak majd létre. Ott meg tudják tartani az állásukat, a krímet meg tudják tartani, népszavazással legitimálják a, a változásokat, és hát ez egy ilyen befagyott konfliktusképpen írja le akkor a szakirodalomot 14-15-16-tól kezdődően. Úgy érzékelhető, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz a megoldás. A közben, mivel hogy sikertelen Petro Poroshenkónak itt a kísérlete arra, hogy, hogy erre megoldást, akár katonai megoldást találjon, Petro Poroshenkó időszakában nagyon erősen Amerika irányába tolódik át Ukrajna. Petro Poroshenkónál nem indul meg, de már csúcsra jár az ukrán nemzet tudatnak a új értelmezése. Tehát ugye eleve az önálló ukrán pravoszláv egyháznak a létrehozása, a nyelvtörvény, ami aztán érinti a lengyeleket, románokat is, minket is, és általában az ukrán nemzeti eszmének a felkarolása, az állami szinten való segítése, ez, ez azt az irányt mutatja, hogy egyre távolabb akar kerülni Oroszországtól is. Az amerikai tőkebefektetések elsősorban a katonai segítség, ami érkezik, pedig hát Amerika irányába sodorja majd ezt az Ukrányát. Ezt, ezt, ezt az új választásokon, amit Zelenszki 2019-ben megnyer, ezt már megörökli, és tovább viszi. Tovább viszi az erőteljes ukrán államiságot, az erőteljes ukrán náció nemzettudatnak a fejlesztését és az amerikai, elsősorban az amerikai segítséget, és hát az a háború, ami majd ugye, kitört, szintén február 24-én, 2022. február 24-én ezt fogja felnövelni. Egy viszonylag egységes Európát látunk, egy nagyon erőteljes aktív Amerikát látunk, és egy hát katonailag kezdetben erősnek tűnő Oroszországot, de most nézve az eseményeket, amik jelen pillanatban történik, igazából nem is az A, ez a teljes rendszerváltás. Nem is a B, hogy mondjuk egy Oroszországtól semleges Ukrajna, hanem szerintem inkább a C verzió van már. Tehát ez azért mutatja a katonai gyengeséget, hogy C verzió, amely Krim, illetve a, a két népköztársaságnak, az Oroszországhoz való, egy szövetséges képen. Ugye Krim az Oroszország része az orosz felfogás szerint, és a két népköztársaságnak az oroszokkal való szövetségét hozza majd létre. Ez inkább már így a C, de talán már a D verziója a politikának mutatván azt, hogy, hogy a, a háború a politikai, a távoli stratégiai célokat nem tudta, nem érte, nem tudta szolgálni. Eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb jövő héten hétfőn várjuk Önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!